Akár 10 éven belül megszűnhetnek a pénztáros állások, de nagy valószínűséggel kamionsofőröket és targoncavezetőket sem keresnek hamarosan a cégek. A technológiai fejlődés miatt gyors tempóban alakul át a társadalom. A kihívásokra keresték a választ az Alba Innovár felzárkóztatási programjának nyitó konferenciájának résztvevői. Pepper koreográfiája az egyik leglátványosabb bizonyítéka annak a gyors léptékű változásnak, amely ma a gazdaságban és ennek lenyomataként a társadalomban zajlik. A digitalizáció a negyedik ipari forradalmat jelenti. Az Alba Innovár vezetője szerint az új technikához alkalmazkodni kell. A digitalizáció ma már egy ilyen csodafogalom, mindenki valahogy használja, tehát mint egy ilyen orvosi recept, hogy fel van írva, és akkor mondom, hogy digitalizáció, akkor modern vagyok. Valójában azt gondolom, hogy aránylag kevesen értik azt, hogy mit is jelent ez a digitalizáció. Én azt gondolom, hogy szépen lassan, most már nem is annyira lassan, a napjainkba belopta magát, és minden területen ott van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy próbáljuk az ellenkezőjét elképzelni. Lekapcsolom a biztosítékot, és nincs elektromos áram az egész rendszerembe, akkor vajon mit tudok otthon használni? Tehát mi az, ami egyáltalán működik? Mert nyilván nem tudok főzni, nem tudom a hűtőgépet használni, nincsen tévé, nincsen lámpa, nagyon sok minden nincsen, és a digitalizáció meg ennél több, gyakorlatilag leáll a gyártás nélkül, de nem csak a gyártás, de most, ahogy így beszélgetünk, a műsornak a gyártása is leállna nélküle, hiszen a digitalizáció az nem csak maga az a csatorna, hanem az, hogy hatékonyak legyünk, hogy bizonyos termékeket hasonló minőségbe és jó minőségbe nagy mennyiségbe elő tudjunk állítani, ez ma már egyre kevésbé elképzelhető digitalizáció nélkül. Nagyon sokan vagyunk a Földön, és vannak olyan globális problémák, amik lokálisan is nagyon erősen jelen vannak, az egészségügyi kérdések, a szociális kérdések, az energetikai kérdések, és még sorolhatnám, hogy milyen problémák vannak, és folyamatosan ezek mögött már mindenféle, mondhatni azt, hogy gépi folyamatok állnak mögötte, és ma már eljutunk, a különböző ipari forradalmak voltak idáig, ugye most azt tudom mondani, hogy ez a negyedik ipari forradalom, volt a gőzgépek, voltak az elektronika megjelenése, voltak bizonyos szempontból a processzorok, a mikro számítógépeknek a megjelenése, ami digitalizálta már valamennyire a gyártási folyamatokat, és most az a fajta ipari forradalom, amiben most vagyunk, ez már nem arról szól, hogy ott esetben csak az emberekkel dolgozik együtt valami, tehát az emberek erejét növeli meg, hanem valójában már bizonyos szinteken az embereket helyettesíti. És valamikor erre szükségünk is van, de hogyha azt mondjuk, ha nincs szükségünk, akkor is tudomásul kell venni, hogy ezek az eszközök, ezek a rendszerek, ezek meg fognak jelenni, és a mi lehetőségeink abban állnak, hogy mi ezekkel együtt fogunk működni. Ezeket a robotokat, vagy az automatizációs rendszereket mi fogjuk javítani, mi fogjuk irányítani, mi fogjuk fejleszteni, mi fogunk üzemeltetni, összességében együtt fogunk dolgozni velük. De hogyha azt gondoljuk, hogy meg lehet úszni enélkül is, akkor csak hadd mondjam azt a példát, hogy a ló versus az autó, ami több mint 100 évvel ezelőtt, mondjuk 10 évet küzdött egymással, hogy inkább a lovakat kellene meghagyni, és nem az autókat, de egyértelműen bebizonyosodott, és ezt nem is kell érvelni, hogy miért, a hatékonyság szempontjából, hogy a világ az autókat választotta. Ugyanígy. Tehát, hogyha valamit sokkal hatékonyabban tudok előállítani különböző termelő eszközöknek a használatával, digitalizációnak a használatával, és ne csak az ipari vállalatokra gondoljunk, mert ez a mezőgazdaságra ugyanúgy érvényes, hiszen ma már a mezőgazdaságban csak néhány 10 000 ember dolgozik Magyarországon, míg 200 évvel ezelőtt meg mondjuk az összes magyar mezőgazdaságban dolgozott. Tehát minden apró részbe bekerült már, tehát hogy mondjam, ami algoritmizálható, ami gépesíthető, oda bekerül a digitalizáció, és az embereknek az esélye az, hogy tanulnak, illetve megtanulnak tanulni. És ezért a képzési rendszerünket is úgy kell átalakítani, hogy tanuljunk meg tanulni, és
sokkal nagyobb hangsúlyt kell a természettudományokra helyezni, sokkal nagyobb hangsúlyt kell a felnőtt képzésre helyezni, és sokkal inkább a kreatív dolgok felé kell elfordítani az embereket, több időt kell a képzésre fordítani. Én például azt is mertem javasolni, hogy valószínűleg az 5 napos munkahét helyett ráadnának egy 4 napos munkahétre, plusz 1 nap az oktatásra, és a vállalatok is részt vehetnének így az embereknek a képzésében. Valahogy erre a gondolatmenetre épült az egész napos konferencia. Mi hívta ezt a konferenciát életre, és ez csak egy kezdet, hiszen lesz majd folytatása ennek a programnak. Miről szól ez a program, és mi a célja, kik vehetnek benne részt? Igen. Egész konkrétan egy Európai Uniós projekt, egy INNOV projekt, aminek a technikai száma 333, azt hívta ezt életre, illetve azt biztosította a forrásokat, de ha lett volna ez, ha nem, akkor is ezt be akartuk rendezni, mert azt gondolom, hogy Fehérvárnak szüksége volt egy ilyenfajta konferenciára, ahol a vállalat első számú vezetői, de nem csak a nagyvállalatok, hanem a kis-középvállalatoknak a vezetői találkozhatnak politikusokkal, szakpolitikusokkal, találkozhatnak oktatási területnek a vezetőivel, és egyfajta ilyen közös gondolkodást lehessen beindítani azért, hogy ez a digitalizációs világban hogyan lehet felkészíteni a saját magunkat, az embereket, a munkavállalókat arra, hogy mondjuk 5 év múlva készek legyenek erre a fajta, hát bizonyos szempontból nehéz versenyre. Hogy áll egyébként hazánk, Magyarország a digitalizáció tekintetében egyrészt Európában, másrészt pedig a világ többi országához viszonyítva, és mi az, amit el tudunk érni, mi szükséges ahhoz, hogy fejlődni tudjunk? A high-tech az jelen van. Tehát abból a szempontból, főleg ugye az autóipar, az elektronikaipar nagyon erős Magyarországon, és nagyon nagy az export kitettségünk is éppen emiatt. De általában azt kell mondani, hogy bedolgozunk. Tehát a mi hozzáadott értékünknek a nagy része sajnos nem a K+F-ből jön, és nem az alkotó részekből jön, hanem az, hogy betanított munkásokat, vagy jobb esetben szakembereket dolgoztatunk különböző gyárakba, és a magyar munkavállalóknak ez elviszi a 30-40%-át igazából. Viszont ha csak egy dologba gondolunk bele, hogy az autóiparban tényleg bejön az a tét, hogy elektromos autók lesznek motoros autók helyett, az elektromos autóknak nem egy, hanem 2 nagyságrendel kevesebb alkatrészre van szüksége, mint egy motoros autónak, és ezért azt jelenti, hogy azok a beszállítói programok, amik most léteznek, amik sok KKV-nak lehetőséget ad, azok egyszerre megszűnnek, mert egy elektromos motorban csak egy tekercs kell, így nagyon leegyszerűsítve, és hogy forog benne a motor, és nem kell a különböző hengerekkel, meg a befecskendezésekkel, meg a levegőtisztítása, meg ilyen dolgokkal foglalkozni. Veszek egy akkumulátort, veszek egy elektromos hajtást, veszek 4 kereket, meg egy kasznit, ami rajta van, és akkor kész egy autó. Ez majdnem ennyire egyszerű is, persze ez idézőjébe téve. Viszont ennek van egy olyan leképződése, hogy akkor lehet, hogy felszabadul több százezer ember, aki idáig ezekkel a területekkel foglalkozott, és ezért meg kell teremteni azt a lehetőséget ezeknek az embereknek, hogy ők képesek legyenek magasabb szintű munkákat elvégezni, ami mindenképpen digitalizációval lesz kapcsolatban. Tehát nem biztos korán sem, hogy autóiparban fognak dolgozni azok, akik most autóiparban dolgoztak 10 év múlva, de hogyha ezt a szakképzettséget megszerzik, akkor egész biztos, hogy jönnek ide majd vállalatok, illetve alakulnak vállalatok, mert szükség lesz ilyen képzettségre. Úgyhogy tulajdonképpen ez a fókuszpontja ennek a konferenciának, egyfajta tudatosítás, egy ilyen végső érzékenyítés, de valójában már beindultak felnőtt képzési programok, amik az Alba Innovár csinál, de nem egyedül, hanem például a Óbudai Egyetem, AMK, tehát a Székesfehérvári karral karöltve, hogy így mondjam, és vannak 2 napos képzéseik is, amik az Arconic, a Videoton, az már teljesen nagy sikerbe zajlottak le. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a dolog működik, az önkormányzat, az ipar és mondjuk az oktatási zóna elkezdett, hogy így mondjam, példamutató módon együtt dolgozni, szorosan, és ezt Székesfehérváron teszik.
A konferencián a munkaerőhiány oldaláról közelítette meg a digitalizáció kérdését a város alpolgármestere. Égi Tamás szerint Székesfehérvár Európa egyik gazdasági erőcentruma, de a város új munkaerőt már nem tud befogadni. Más megoldás kell a hatékonyság növeléséhez. Székesfehérvár gazdasága az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment át. Nagy hozzáadott értékű termékek gyártását nyertük el, és nem csak magyar városok közti konkurenciában, hanem a világon Távol-Kelet és Európa mellett is Fehérvárat választották a fehérvári a multinacionális vállalatok, és ennek hatására egyébként a bérek is jelentősen nőtek, a termelés kibocsátása is nőtt, és a hatékonyság is. Viszont elértünk egy újabb mérföldkőig, hogy a munkatársak számát már nem igen lehet növelni, hiszen akár 150 kilométerről is ingáznak a dolgozók Székesfehérvárra, a város is egyébként megtelt, és nyilvánvaló, hogy a hatékonyság növelésének óriási szerepe lesz, hiszen Nyugat-Európában azért keresnek sokkal többet az emberek, mert a termelés szervezése sokkal hatékonyabb. Eljutottunk oda, hogy mindenképpen be fog törni, illetve már itt van a robottechnika, amelynek hatására Székesfehérván nem lesz kevesebb dolgozó, csak a dolgozók egy részét át kell képezni, hogy befogadó legyen az új technológia irányába, és ez a változás jelenti majd azt, hogy még hatékonyabban tudnak termelni a gyárak, és reméljük, hogy a fizetések még jobban fognak növekedni. És akkor, hogyha jól értem, Székesfehérvár önkormányzata azért áll az ilyen programok mellé, hogy támogassa ezt a folyamatot? Székesfehérvár önkormányzata közösen a Székesfehérvári alapítvánnyal, ahol nagyvállalkozók, illetve a Informatikai Szövetség elnöke is a kuratóriumban van, dolgozta ki először azt a programot, ami másfél éve működik, ahol diákokat próbálunk megismertetni, nem csak a robotok kinézetével, hanem a közös fejlesztés örömével is. Így egy évben közel 5000 diáknak van lehetősége, hogy ilyen élményben legyen része, viszont tovább kellett lépni az igények miatt, ezért a Óbudai Egyetemmel is kötöttünk egy szerződést, ahol a város támogatása mellett létrejött egy robotika tanszék, ahol reményeink szerint szakmérnököket fogunk képezni. És a harmadik, hogy a vállalatoknál, hogy ne kelljen elbocsátani és újra felvenni más dolgozókat, szeretnénk a dolgozókat megismertetni a robottechnológiával, és ennek hatására reméljük, hogy majd minden dolgozó meg fogja tudni őrizni ott a munkahelyét, és ő is nyitott lesz az új technológiák irányába. A konferencián a gazdaság szereplői, az oktatás és az önkormányzat képviselői tanácskoztak a technológiai forradalomról és ennek hatásairól. Mint ezt a résztvevők kijelentették, a digitalizáció kihívásaira közös válaszokat kell adni.